Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amikor olyan székesfehérvári legendákat invitálok a stúdióban, akik nagyon sokat tettek azért, hogy elmondhassuk. Székesfehérvár nem csak a gazdaság, nem csak a kultúra, a művészetek városa, hanem a sportváros is. Vendégem pedig Horog László, a magyar és így természetesen a székesfehérvári sportújságírás ikonja is. Hoztam egy idézetet, ami azért fontos, mert azt gondolom a te pályafutásodból kiderül, hogy mindig korrektul tudósítottál és írtad le, tehát nem véleményvezérként tetted a dolgodat. A korrekt újságíró az információk közlekedési rendőre. És ez nagyon fontos gondolat, annál is inkább, mert hogy a sportban különösen nagy szükség van, független attól, hogy ki melyik csapatnak szurkol, hogy hitelesen tájékoztasson. Nos, hát akkor kezdjük az indítatással, menjünk el Lajos Komáromba. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy ideig tanítottam Dégen, és akkor nagyon sokat jártunk Lajos Komáromba. Egyik oldalon a lovas versenyek okán, a másik oldalon pedig egy elzárt település, de nagyon fejlett településről volt szó akkoriban is, és a futball. A futball, ami örök mindenütt. No, de hogy nőttél fel te? Hát én is fociztam, csak egy végzett egy fülcímpatörés és egy visszatérő nátha keresztbe vágta a karrierem. Nem voltam elég ügyes. Valóban a lóversenyek és a futballcsapat a 80-as évek végéig jutott fel az NB3-ba, és én is fociztam, mint hogy minden gyerek Lajos Komáromban, de minden poszton megbuktam. Tehát kapusnak nem voltam elég ruganyos és bátor, védőként nem tudtam helyezkedni, középpályásként nem voltam technikás, csatárként meg nem éreztem a kaput. Tehát ezek voltak a problémáim. És aztán hamar beláttam később itt a gimnáziumban, aztán a Fehérváron, majd a főiskolán Kaposváron. Viszonylag ügyes voltam mindenben, de ahhoz nem eléggé, hogy megélhetésszerűen gyakorolhassam, és egy nagyon logikus döntésnek tűnt a sportújságírás, hogy a sport közelében maradhattam, és minden, ami a sport pluszt ad, azt így meg is kaphattam. Nyilván én is adtam neki. Érdekesek voltak a gyermekévek. Nem tudnék ma már falun élni, tehát most olyan család élethelyzet van, olyan sokat járok haza, és emiatt visszatérnek a régi dolgok, de akikkel felnőttem, azoknak az élete teljesen más irányt vett, és igazából olyan túl sok közös témánk sincs, már beszélgettünk dolgokról, de nagyon jó volt falun felnőni gyerekfejjel, de ma már nem nagyon tudnám ott elképzelni az életemet. Nyilván, amikor arról beszélünk, hogy egy falun azért nyilván beszűkül a sportolási lehetőség is, nyilván futballoztatók, stb. Ennek ellenére azonban lehet készülni, tehát ha valaki olvas, már pedig te sokat olvastál, ahogy tudom, az akkor indítatásnak sem utolsó. A nemzeti sport vagy népsport, teljesen mindegy, hogy nevezzük az akkori időkben, azért ez egy jó kezdet. Az apám nagyon szerette a sportot, tehát az természetes volt, hogy nyilván tanulnom is kellett. Az édesanyám 10 éves koromban hunyt el, édesapám az 30 éves volt, amikor elment. Ő nagyon szerette a sportot, és nemzeti sport, Fejér megye hírlap, a Szentírás volt, és a vasárnapok azok a Lajos-Komáromi csapattal teltek. NB3-ban már kevesebbet jártunk, ott voltak már nagyobb távolságok, de a megye egyes meccseken, a megyében mindenhova, és a szombat az vagy Videóton, vagy Siófok, és ez a két klub azóta is a kötődésem tárgya, tehát a Siófok, most már a vasárnapok a siófoki meccsekről szólnak, a szombatok a Videótonról, illetőleg hát, hogyha a kosárlabda vagy a kézilabda csapat, ami kvázi a munkahelyem, ők játszanak, akkor nyilván ezt felülírja, de az biztos, hogy ez a két egyesület úgy megmaradt az életemben, tehát ha Siófok nagyon messzén megy, akkor elmegyek Csákvárra, de igazából én választhatok sportesemények között, akkor nyilván futballt nézek legszívesebben, de járok más eseményekre is, és mondom, a szombatokat kilövi többnyire a másik két labdajáték, de amennyiben erre lehetőségem van, akkor mondom, ezt a két csapatot követem, és tényleg megyek is a meccseikre. Megszoktam, tényleg ilyen 40 éves emlékek jönnek elő, de az biztos, hogy rengeteget jelentett, hogy az apám ennyire szerette a sportot, és az utolsó időszak, amikor nagyon beteg volt, akkor már nem járt. Akkor furcsa is volt, hogy a hétvégek azok mindig vele zajlottak a meccsek. Itt megvan, most a Vidi Múzeumot rakták össze, akkor az első villanyfényes meccsnek a bronz emlékérmét odaadtam a múzeumnak, hogy megőriztem, mint hogy jó néhány ilyen meccsjegyünk is megvan még a gyerekkoromból. Te kisdiákként kinyílt a világ viszonylagosan számodra?
Az egy furcsa világ volt, eljöttem egy 2500-as településről, ahol az édesanyám pedagógus volt, az édesapám a boltos, és ott előjogokat élveztem, mert volt banán az apámnak köszönhetően, a pedagógus társadalomban anyámat megtisztelték a kollégák, és a gyerekének jobb ideket adtak. Belekerültem egy olyan élethelyzetbe itt Fehérváron, hogy elit gimnázium, elit osztályában, ahol ketten voltunk vidékiek, egy elcsi fiú, aki karatézott, tehát ő megkapta a respektet. Én meg eljöttem faluról, és időbe telt, mire el tudtam fogadtatni magam. Tehát nem volt könnyű az első időszak, nem is nagyon éreztem. Tehát egy 2500-as faluból egy 100 000-es város, viszont Fehérváról elmenni Kaposvárra főiskolára, az már nagyon könnyebb volt, mert ott ez egy lényegesen távolabbi, belterjesebb, kevésbé intelligens közegben, nagyon szerettem azt az időszakot. És a gimnáziumon megvoltak a magam problémái, és aztán, hogy múltak az évek, hogy el tudtam fogadtatni magam, tehát kvázi kiegyenesedtem. No, tehát egy nagyon fontos kérdés, hiszen egy 2500 fős településről érkeztél a Telekibe, és emellett kollégista lettél a József Koleszban. Hogy ízlett ez neked? Hiszen ez még inkább megnehezíti azért a beilleszkedést. Nagyon vártam mindig a péntek délutánokat, hogy menjünk haza busszal vagy vonattal. Tehát a régi közegemet akartam akkor visszakapni, azokat a régi társaimat, de ez nyilván nem ment. És a vasárnap délutánok szörnyűek voltak, főleg 15 évesen elsős gimnazistaként, másodikban már könnyebb volt, harmadikban kimondottan könnyű, negyedikben meg már nem mindig mentem haza, mentünk vidimeccsre. Tehát abszolút furcsa volt, és nagyon nehezen éltem meg. Az más kérdés, hogy ez is adott nagyon sok pluszt, ugyanis nagyon okos ember volt. Három nagyon okos, mondjuk ők, meg én, akik szintén elfogadható voltam, mindegyiknek megvoltak a maguk céljai. Az egyik rendőrtisztit végzett, és később elvégezte a jogot. A másik, a műegyetemet nem végezte, de elvégezte a kereskedelmi és vendéglátót, egy leasing cégnek lett a vezetője. A legokosabb közülünk egy Puszta Szabolcsi fogorvos fiú, aki most már Mosonmagyaron praktizál. Tehát húztuk egymást, és úgy van, mindannyian többek lettünk az évek folyamán. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy olyan szellemi közegben voltam, ami egyrészt hatott, őket is érdekelte a sport valamelyest, de nyilván engem sokkal jobban. De az biztos, hogy vannak ilyen hatások, hogy általános iskola, középiskola, főiskolán talán ott egy viszonylag érett személyiség az ember, de nyilván még ott is szembesültem a világ dolgaiból olyan dolgokkal, amik előre vittek. Középiskolásként próbáltad megfogalmazni a gondolataidat a sportról? Tehát voltak szánypróbálgatásaid? Együtt sportoltunk sokan a két somosjárt alatt, mi nagyon sokat voltunk együtt kézilabdáztunk, aztán a sportról rengeteget beszéltünk. Akkor én nagyon távolinak tűnt ez az egész, főiskolásként lett ez kézzel fogható, és volt főiskolai újság, és ott már jelentek meg anyagaim, illetőleg a középiskolában vezettem már ilyen sporttörténeti vetélkedőket. Tehát ott fölkértek rá, hogy készüljek a 78-as VB-ről, a 82-esről, aztán a 86-os mexikóiról is, aztán az érdekes volt, ott tudták, hogy én is szeretem a sportot, viszonylag a tárgyi tudásom is megvan benne. Főiskolásként meg ott kevesebb sporthoz kötődő fiú volt, de voltunk ott is néhányan, tehát ott a Kaposváron tanképzőben voltunk 60-an fiúk és 550 lány, ott az élet más területén próbáltunk kibontakozni, de az biztos, hogy a sport imádata az megvolt, mert mondom, nem csak a somos nővérek, hanem voltak itt még fiatal kollégák, akkoriban gimnazistatársak, akikkel komolyan tudtunk beszélgetni, tehát elolvastuk a nemzeti sportot, és a szünetekben beszélgettünk a világ történéseiről. Ugye Kaposváron végezted a főiskolát, erről már esett szó. Ugye mit kaptál Kaposvártól? Hiszen olvastam valahol, hogy semmiképpen nem szerettél volna tanár lenni. Az biztos, hogy nem. Tehát diplomát szerettem volna szerezni, az teljesen nyilvánvaló volt. Lehet itt legendákat gyártani, egy pedagógus diploma elérhető volt. Tehát itt voltak olyan gimnazista társaim, én 4-es tanul voltam, jobb érdemjegyekkel, kitalálták a jogot, amihez messze voltak, kitalálták az orvosit, és ők úgy gondolták, hogy már pedig alkalmasak rá. Itt a lehetőségét az embernek figyelembe kell vennie, gond nélkül felvettek elsőre, ponthatár fölött, el is végeztem, voltak buktatók, de különösebben nagy problémák nem, és aztán amikor véget ért a főiskola, akkor volt egy kérdés, hogy
arról a főiskoláról kijöttek újságírók, akiket a Somogyi Hírlap nem is beszippantott, hanem munkahelyet ajánlott, és nekem is ajánlottak, csak akkor én átgondoltam, hogy még élt az édesapám, és nem akartam annyira távol lenni. Tehát egy nap 3 vonat ment Pestre, és olyan zártnak éreztem azt a világot, egy belterjes, szűk világ, nagyon kedves emberekkel, jó képességű emberekkel is, de visszagondolva a 4 év fehérvári gimnáziumra, ezt egy sokkal komolyabb városnak gondoltam, és az életem egyik legnagyobb döntése volt, hogy akkor azt a lehetőséget, nem konkrét munkai ajánlat volt, de mondták, hogy ők úgy gondolják, hogy nekem lenne helyen, be is mutattak akkor egy illetékesnek. Fehérváron pedig nem maradt semmi a gimnáziumi 4 évemből 3 évvel később, hanem az államvizsgálatot én beklogtam a Fehér megyei Hírlap szerkesztőségébe, hogy én úgy gondolom, hogy alkalmas tudnék lenni erre itt is. És aztán az megint nem volt egy könnyű időszak eljönni albéletbe Fehérvárra, nem túl jó közegbe, illetőleg hát nem a sporttal foglalkozhattam. Tehát ki kellett várnom azt az időt, amíg írhattam sportról. Pedig úgy gondoltam, hogy a rovattagoknál talán jobban is írok, de ugye sportról szerteágazóbb az ismeretem, az biztos, de ki kellett várnom azt, amíg változás történt, és nem engedtek sportot írni, és aztán indult egy másik újság, a Fehér Kurír, ahova engem hívtak meg, mint fiatal, 22-23 éves újságírót, és aztán ott valóban a sporttal kezdhettem foglalkozni, és az volt egy igazán jó időszaka már az életem. Volt mestered? Én nagyon sokat följártam akkoriban Pestre, mert úgy gondoltam, hogy ott lehet igazából tanulni a szakmát. A Sportplusznak dolgoztam, ott Bocsák Miklós volt a főszerkesztő, vele aztán Buzgó József, és aztán elkezdtem dolgozni napilapoknak, maradtam Fehérváron. A Nemzeti Sport későbbi főszerkesztő, Népszabra volt vezetője, aztán ők voltak azok, akik mondtak jó néhány dolgot a sportvilágáról. Tehát egy Bocsák Miklóssal, akit sok minden nem tetszett az ő személyiségében, hiszen sporteseményre nem nagyon járt, de elképesztően látta. Tehát volt 5 megközelítése egy cikknek, ő mondott egy 6-at, ami ugyanolyan jó volt. Fehérváron a Fehér Kurírnál Mekis János volt a főszerkesztő, aki a sportban nem volt otthon, de az újságírás kapcsán mondott szintén nagyon jókat. Tehát őtől is lehetett tanulni. Itt rám bízták, tehát tulajdonképpen a sporttémájú cikkeket tulajdonképpen rám bízták a Fehér megyei Hírlapnál is. Nyilván az elején a rutinosabb, 20-30 évvel rutinosabb kollégák próbáltak egyengetni. Tehát Sipos József volt akkor a rovatvezető, akihez bekopogtam, és nagyon kedves volt velem. Tehát elmondtam, hogy sportújságíró szeretnék lenni, most fogok államvizsgázni, és mondta, hogy ha megvan, akkor térjünk rá vissza. Visszajöttem egy ilyen koranyári délelőtt, és aztán akkor kaptam témákat, de ő mondta, hogy a sportrovatban akkor nincs hely, mert akkor vettek fel más kollégákat, és mondta, hogy próbáljuk meg, és gazdasági rovatba kerültem, teljesen életidegen volt, és nem is éreztem jól magam ebben a rendszerben, beengedtek sportot írni, és ahhoz, hogy ők engedtek, az elég volt ahhoz, hogy az induló másik fehérvári újságban szerepet kaphassak, és így jutottam ki aztán 92-ben Barcelonában, meg aztán még jó néhány világversenyben. Még volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy megérkeztem? Volt egy olyan, amit áttörésnek nevezhetünk így emberöltönyi távlatból? Itt talán úgy gondolom nem, hogy fokozatos volt a fejlődés, tehát voltak álmaim, és aztán úgy megvalósultak. Tehát szerettem volna látni Maracanában futballozni Romáriót, összejött, akkor a Schumachert vezetni Forma 1-es autóban, ez a Hungaroringen jó néhányszor, de érdekes volt ez is az akkori munkáltatomnál, úgy jártam Forma 1-re, hogy maga a Forma 1 nem érdekelt, hanem az a világ érdekelt igazából, mert vezetni ott már mindenki tud, tehát az autók bizonyos. Nagyon komolyak, ott egy picivel jobb, akinek jobb autója, van meg több pénz a háttérben, a szerelők kapcsán az nyer, illetőleg Michael Jordan szerettem volna látni Chicagóban. Nem sikerült, de Floridában meg tudtam nézni. Tehát ez tulajdonképpen áttörés volt. Idestova ez emberöltönyi, tehát 30 éve történt, és akkor megérkeztél a sportba mindenestől. Voltak-e terveid? Azon túl, hogy nyilvánvaló, hogyha most a felsorolás szintjén vagyunk már, hiszen említetted Barcelonát, azóta volt 4 olimpián jártál, futballvilágbajnokságon jártál, futballvilágbajnokságokon, több Európa-bajnokságon. A sportágválasztásról kérdezek. A futball az alapvetés nyilvánvaló, ugyanakkor Székesfehérvárra érkezve nyilván vannak olyan alapsportok, amelyekre büszkék lehetünk, gondolok itt a kézilabda, a kosárlabda, a jégkorong, emellett itt van nekünk az öttusa, mint bázis. A
az teljesen egyértelmű volt, hogy nyilván videóton, aztán Ocskai Gáborral 1991-ben összefutottam egy kosármeccsen, elkezdtünk beszélgetni, ő már hallott rólam, nyilván én hallottam róla sokkal korábbról, és aztán oda kerültem a hokisok mellé, ott dolgoztunk együtt még 25 évet, aztán 5 éve kerültem, sőt már 6 a kosárlabdázókhoz, de a Fejér megyei hírlap az úgy megmaradt mindig anyaegyesületnek, tehát amikor én eltávolodtam tőle, tehát elmentem a Fejér Kurírhoz, utána indult egy 4 megyés napilap, ami 2 évet élt meg, és akkor továbbra is én szerettem volna Fejérváron maradni. Nagyon vidéki ember vagyok, tehát egyrészt kötődöm ez a városhoz, másrészt vannak helyzetek, amikor Budapestet nem lehet kikerülni. Most már egyre inkább, de korábban egy külföldi út előtt, egy követségen csak Pesten lehetett ügyeket intézni. Aztán ha például elment az ember Fekete-Afrikába, az oltást nem kaphatta meg itt, hanem azt szintén a Gyáli úton a fővárosban. Tehát jó néhány dolog miatt Budapest egy vidéki ember számára kikerülhetetlen volt, ugyanakkor el sem tudtam volna képzelni. Tehát amikor aztán megszűnt az a második névegyés napilap, akkor hívtak vissza a hírlaphoz, és volt 2 komoly ajánlatom budapesti napilaptól főállásba, és én gondolkodtam, de az életmódváltással járt volna. Jó néhányan most már egyre többen újra ingáznak, ezt én nem tudtam elképzelni. Tehát azt mondtam, napi 4 óra a kocsiba, vagy napi 5 óra tömegközlekedésen az emberi idejéből nagyon sok, és ezt nem vállalom fel. Úgyhogy aztán maradtam végül is, és úgy gondolom, hogy most már maradni is fogok. Életvitelszerűen az egész biztos, de valószínű munkahelyi szinten is. Negyed századot töltöttél el a jégkorongban. Csicsónak nemrégiben pontosan a születésnapján arról beszélgettünk, hogy Tíber Lacával ott voltunk 1977-ben az első szánypróbálgatós jégkorong mérkőzéseken, és nem gondoltuk volna, hogy ilyen szinten fejlődik. Számodra az megerősítés, hogy végigkísérhetted minden egyes pillanatát a jégkorong fejlődésének itt Fehérváron? Illetve, ha úgy tetszik, ez nyilván hatással volt a magyar jégkorongra is általában. És felelős beosztásban, hiszen tőled tudhatták meg a jégkorongra jongók az eseményeket, azokat a történéseket, amik előbbre visznek. Érdekes volt, mert 1991-ben kezdtem, akkor hallottam a városban, hogy van a 3 zseniálisan ügyes fiatal, a Palkovics Uskai Zalavár, és van még egy védő, a Balajti Viktor, és elkezdtem meccsekre járni. Tulajdonképpen a Gáborral beszéltem ezen a kosármeccsen, hogy megjelentem az ifi csapatnak a meccsein, és kérdezte, hogy hát te. Hát mondom, jöttem a 4 gyereket megnézni. És mondja, hogy ez nekem furcsa, mert az ifi meccse akkor nem járt senki. Aztán utána Sárvári Lacinak például sokat köszönhetek, a Volán ügyvezetője, vele elkezdtünk meccsekre járni, szintén az ifikre, a felnőttekre. Tehát ezek a régi vágású sportvezetők azért jó néhány dolgot megtanítottak, hogy például az adott szónak jelentősége van. Tocskai Gáborral nem kell papírt írni, nyújtja a kezét, de Sárvári Laci ugyanez volt, és aztán velük sodródtam igazából még inkább bele a hokiba, az öttusába. Nyilván a kosárlabdában Nagy Gábor egészen elképesztő tudású sportvezető volt, akivel szintén nagyon sokat beszélgettem, még a halál előtt is, tehát kimentem néha hozzá, és nem tanácsot kértem, mert én is már akkor elmúltam 50 éves, egyáltalán csak a világ dolgairól, hogy ő hogy gondolja, hogy látja. De Ocskai Gáborral valóban, tehát a Gáborral nagyon sokat utaztunk is, tehát az mi elmentünk Észak-Amerikába meccseket nézni, kosárlabdát, jégkorongot, tehát mellette több lettem, jó néhány dolgot tanultam tőle, és úgy gondolom, vannak olyan emberek az életemben, ilyen volt például Horváth Gábor Perás, akivel heteket lehetett beszélgetni, félelmetes tudása volt. Tehát ő annak idején, amikor az első a városi tévés közvetítéseim, mert közvetítettem néhány sporteseményt, futballmeccs, volt az első 1993-ban, nem volt internet. Na, akkor a felkészülés rendkívül nehéz volt, ott könyvtár, és elő kellett keresni egy Pécs videóton meccsen mutatkoztam be. Nézhető volt az adás, volt, aki dicsért, mondták, hogy túlzottan lexikális volt, akkor nem nagyon voltak előttem minták, és mondtam, hogy mi történt 1978-ban, aztán nem volt sokáig Pécs meccs, mi történt 82-ben, és papírból mondtam, és nagyon nehéz volt akkor összhangot találni, nem volt akkor egy kis kamera, ahol szintén visszanézted az eseményeket, hanem amikor úgy gondoltad, hogy nem lesz esemény a pályán, akkor mondtad, hogy mi történt 15 évvel ezelőtt. És elkezdtem a könyvtárazást, és a Gábor összefutottak, és mondja, hogy fejből fogom ezt tudni. És mondta, hogy 1989-ben jobboldali beadás, érkezik Dobány Lajos, de véd a mi kapusunk. Akkor az ellenakcióból hogy alakult? Tehát elképesztő tudásra rendelkezett, és élmény volt vele minden mondat, és nagyon fontos az én életemben a társasági létnek a döntő eleme, hogy nagyon jól tudom érezni magam olyan emberrel, aki a sportvilágában nem baj, ha nincs otthon,
de nagyon sokat tudjon a világról. Utazzon sokat, legyen a történelemben jártas, a földrajzban, vagy jöjjön a sportból, akkor nem kell, hogy nagyon okos legyen, viszont mondjon olyan sztorikat, amivel én nem találkoztam. Tehát ez egy ilyen kétpólusú világrend kvázi, tehát vagy nagyon jó fej és nagy tudása, vagy pedig a sportból jöjjön, és akkor biztos, hogy megtaláljuk a közös hangot. Tanulságos, amit mondtál, és ez ma is így van? Ma is így van, igen, igen. Tehát üres járat nem nagyon van az életemben, tehát egy busz megállóban megállok, ha néha buszozom, akkor is veszem elő, tehát szeretnék tudni. Nagyon sok mindenben nem vagyok otthon, tehát vannak olyan kollégák, akik művésznek gondolják magukat. Én nem gondolom magam művésznek, én elmentem például a palermói operába, de azért, mert a keresztapában kaptam egy lehetőséget, hogy szeretném megnézni. És filharmonikus koncertre beengedtek, de ott maga az épület volt, ami vonzott. Milánói Szkálában nem tudtam bemenni, nem volt előadás, de nyilván Milán meccshez kapcsolódott, Szicíliában szintén meccshez kapcsolódott, tehát az ember, volt egy főiskolás barátom elhunyt, és ő azt mondta, hogy téged az épített szépségek érdekelnek, engem pedig a természetesek. Tehát én nem barangolok a természetbe, mint ahogy családi házban éltem, most már bejebb jöttem egy lakásba, de ott is például mondták, hogy a szombat délután, én mondom, én szombat délután nem sövényt akarok nyírni, én meccsre akarok járni, akkor is, ha nem kötelező. Tehát egy hétvégén nálam 5 meccs, és nem feltétlenül a munkához kapcsolódva, egyáltalán érdekel meg, ez az én közegem. Tehát én érzem jól magam, hogy például a szombaton nem játszott a Vidi, de elmentem a Kispestre, és utána elmentem, utána Újpestre, aztán jöttem haza. Tehát barátokkal voltam, de akkor tudok igazán úgy érezni magam, hogy na, akkor itthon vagyok. Ez a szinten tartás, illetve a folyamatos fejlődés záloga is egyben? Nem, egyszerűen jól érzem magam a meccseken, meg az, hogy az nekem most már különösen nagy élmény, amikor úgy tudok meccset nézni, hogy nem kell írni. És erről kevesen beszélünk. Egy sportújságíró adott esetben egy meccsből kevesebbet lát, mint az, aki csak ül a lelátón. Azért 22 emberre figyelni kell, a bíróra, bármilyen történésre, a lelátóra, meg figyelni kell a játékot, meg közben írni. És az nem annyira egyszerű dolog. Itt a kosármeccsek kapcsán érzékelem, hogy néha megy az akció, én még írom a korábbit, és már előre dobott labda zsákolás, és a barátomtól kérdezem, hogy hogy zajlott, hogy jelentem, hogy az újságíró. Tehát újságíróként munka szinten az sokkal nehezebb, mint amikor valóban ráérsz, beszélgetsz kicsit, nézel a meccset, tehát élmény szinten nagyobb, de hát nyilván tudósítani kell, és lehetőleg valamit mondtál, azt leírni, ami történt. A mindenség az állogod egyik oldalról, és érdeklődéssel olvastam, hogy edzőként és játékvezetőként is bemutatkozhatnál. Ez miért volt? Miért gondoltad úgy, hogy kell egy edzői papír is, illetve egy játékvezetői papír is? Végeztem 90-ben Kaposváron, elkerültem Fehérváron, és rögtön a TF-nek indult az edzője, ahol diplomásként elfogadtak nagyon sok vizsgát. Tehát életvitelszerű volt, vagy úgy gondoltam, hogy van logikai elem abban, hogy elvégzem az edzőit. És akkor az újabb 2 év volt, Kaposvár, Pécs, vizsgák, és könnyebbség volt meg. Úgy gondoltam, hogy és ahogy azzal végeztem, rögtön beiratkoztam játékvezetőire, én úgy gondoltam, hogy legyek valóban képben, tehát nem feltétlenül autentikus, de merjek akár szakmailag is hozzászólni egy foci meccshez az edzőt. Soha nem vettem volna bátorságot, hogy bíráljam az edzőt, hogy miért állítja össze csapatot. De volt ilyen edzőm, akivel vitatkoztunk, hogy te ehhez nem értesz, csak mondom, nekem komoly a papírom van róla, mint neked. Itt mi egyes edzőről beszéltünk, de aztán nem kezdtem a licenszeket, úgyhogy aztán az kuka lett, de mégis úgy gondoltam, hogy játékvezetőként, amikor itt végeztem, meg valahol megvolt a folyamatos, a általános iskola, a középiskola, a főiskola. Nagyon becsülöm, akik estén diplomáznak, de én arra nem hiszem, hogy képes lettem volna. Még akkor sem, ha nincs család, gyerek, mert nem alapítottam családot, de én úgy gondoltam, hogy munka mellett ez már nagyon nehéz. És akkor még 1990-ben volt még bennem az a lendület, hogy még egy 2 évet ráhúzok, még egy év ez a játékvezetői vizsga, és utána azt mondtam, hogy már csak nyelvet fogok tanulni, és tulajdonképpen az is összejött. És tehát, így jött össze, így van. És így olyan kereknek találtam, és aztán megvolt mindig a folyamatosság. És az a lényeg, amikor a középiskolában, a 6. emeleten a József Attila kollégiumban néztem a József Attila utcai házat, ott a kereszteződés épületét, és néztem a fényeket, hogy foci meccset néznek, és akkor úgy végig gondoltam, hogy hát ha majd végzek a gimibe, akkor elmegyek főiskolára, akkor majd pedagógus leszek, és lesz majd egy kockaladám, és akkor nyáron majd a Balatonon leszek, meg lesz 2 gyerekem, és lakom majd a 6. És ezzel szemben most lakom az 1. emeleten, Skodám van, tehát még itt is még tetten érhető a fejlődés. Nagyon sok minden változott. Én azt gondolom az elmúlt időszakban, hol tart ma a magyar sportújságírás? Azt hiszem, hogy erre
hitelesen tudsz válaszolni. Hihetetlenül felgyorsult. Tehát akkoriban vége volt egy meccsnek, és mindenki futott, hogy keressen egy utcai telefonfülkét, hogy telefonon diktálhasson. Sokkal letisztultabb lett, tehát és minden elérhető. Tehát akkor, hogyha elírtam valamit, már pedig elírtam. Elírtam dolgokat, rosszul emlékeztem. Például Charles Dickens-től akartam idézni, és kiderült, hogy nem tőle idéztem, mert nem volt lehetőség. Ma már beüti az ember, és sokkal egyszerűbb. Tehát az az újságíró, aki ma hibázik visszamenőleg több évtizedre, az a saját butasága. Akkoriban nem hirtelen javítási lehetőség. Most például döntően az internetet olvassák. Az újságba elrontod, az kellemetlen, de ami megmarad az örökké valóságnak, az a világhálós felület, ott rögtön azon nyomban lehet javítani. Most itt a vége a kosármeccsnek, vagy egy hokimeccsnek, amit tudósítok, elhibáztam, és rögtön gyorsan átfutom. Tehát itt van az időtényező, mert most már ez elképesztően felgyorsult az egész. Tehát itt régen mindig azt mondtam, hogy nekünk fehérvári újságírónak nem szabad rosszba lenni az adott klubelnökkel, és nem szabad rugdosni a sportolót, azért, mert ki vagyunk nekik szolgáltatva. Itt a hírverseny már akkor is megvolt, csak azt mondtam, hogy fontosabb, hogy az első hír a tiéd legyen, mint az, hogy öt olvasó azt mondja, hogy na milyen kemény volt, és nagyon jól csináltad a másik oldalon, meg nagyon utána kell járni. Tehát én inkább a hír minél gyorsabb átadásának a híve vagyok, de nem vagyok bulváros. Tehát például Blikhez is volt annak idén lehetőség, dolgoztam is egy kicsit nekik, de azt mondtam, hogy ez nem hozzám tartozik, tehát én szakmai szeretnék lenni, mint az, hogy de egy érdekes példát mondott annak idején, a sport és sport közötti különbséget, ebben bocsák, mikor most érdekes volt Marga Márta, Lawrence Lászlóval a női kézilabda, azok a 80-as évek végén a C csoportba csúsztak vissza. Ebből aztán lett egy olimpiai bronzérem 1996-ban Atlantában, és mondtam a Bocsák Miklósnak, hogy van egy nagyon nagy sztorim, Varga Márta, aki Dunajvárosból került a Vasashoz, és az utolsó meccset a norvégokkal vívták a miénk. 17-17 volt az állás, utolsó, és azóta tét, hogy a C-csoportból fölmegyünk-e a B-be. És Varga Márta elvállalta a dobást, óriási gólt lőtt, és kiderült, hogy ezzel nyertünk. Majd később volt egy rádió interjú vele, ami azt mondta, hogy hát ő tudja, hogy X és az ő gólján múlik, akkor biztos nem vállalja el. És mondom, ez egy akkora sztori a Sportpluszban. Bocsák, ők is annyit mondott, hogy megerőszakolták, mondom, nem, azt mondja, dobott egy gólt, teljesen érdektelen. Tehát ő poénra vette ezt, és nyilván nem, aztán lett vele cikk végül, de nagyon sok dolog volt, amikor Csányi Béla, az ötszörös világbajnok tekéssel szerettem volna interjút a Sportpluszba, és mondták, hogy ez hidd el, ez marginális, ez... Tehát nekem is idő kellett, még a vízilabdát el tudtam megfelelő helyre helyezni, a cselgáncsot, a vívást, az öttusát. Tehát úgy gondoltam, hogy a világbajnoki cím mindenütt egyforma, nem egyforma, itt óriási differenciák vannak, mint hogy a futball több mint 250 országban űzik, és ebből 70-80 komoly. Itt van a vízilabda, amit 10 alatt űznek komoly szinten, és azért ezt nem érdemes sportolókat összehasonlítani egymással, hiszen teljesen más a millióban, honnan jönnek, és teljesen más az a közeg, ahol neki bizonyítaniuk kell. Például idő kellett, amíg megfejtettem, hogy a futball mindenek felett, az a ipari rész, a szórakoztató ipar adott esetben pénzt is termel, minden más visz. A kosárlabda, tehát futball után szakadék, kosárlabda, és utána nagyon nagy szakadék, és jön a kézilabda, jégkorong, a röplabda, és a többi sportág. Tehát ez is kellett egy évtized, mire felfogtam, hogy körülbelül minek mi az értéke. Most sem biztos, hogy jól tudom, csak most már úgy gondolom, hogy inkább közel vagyok a megoldáshoz. Inkább maradjunk ennyiben. Ugye az álmaidról már beszéltünk, amelyeket beteljesültek, Maradona, Romário, Sumi, Michael Jordan, és így tovább. Vannak-e még álmaid? Hát vannak még helyek a világban, amiket szeretnék megnézni. De nagyon speciális, nem megyek el nyaralni, hogyha nincs sportesemény. Ezt megmosolyognak, van, aki ki is röhög, de például most már a világ, nem akarok 18-20 órás repülőutakat, vagy adott esetben 30-at. Volt, hogy eljutottam nagyon távolra, például később derült ki, hogy ez jó döntés volt, hogy az előolimpiára mindenáron küzdöttem kijussak Tokióba, és az ötös a révén sikerült a világkupa döntőre, és akkor úgy gondoltam, hogy egy év múlva úgysem mennék Tokióba. Aztán én nem is mentem, mint hogy más sem ment. Tehát 4 olimpia, téli olimpia nem voltam, azt gondoltam, hogy megpróbálom. Nem kizárt, hogy összejöhet még, ez már csak magánemberként, mert mit nem vagyunk érintettek. Tehát ma már nehéz is, tehát én az utazásokban szoktam saját pénzt is rakni gazdagon, de úgy gondoltam, hogy olimpiára már nem, tehát egy ember nem tud lefedni egy sportágat. Tehát amikor egy olimpia 92-ben nagy kaland volt, másztam a kerítés Barcelonában, ki tudtam menni, 96 Atlanta nem jött össze, 2000 Sydney nem jött össze, a következő 3 olimpia összejött, az utolsó 2
már nem jött össze, de ez már tévés műfaj. Tehát ma már 10 világbajnokság zajlik egyszerre, és van 4 aranyesély, és hova mész? És hogyha kiküld egy újság, vagy kiküld egy rádió, egy tévés, te nem ott vagy egyedül, mert ahol vannak 6-80, ők elosztják itt egyedül, és a végén már Tokióban, még inkább, de már Pekingben is 2008-ban akkor már fotósorozatot csináljál, már kis videót csináljál, interjút csináljál, rögtön szólaltad meg a bajnokot, ez egyedül nem megy. És egy nagyon nagy harc az időátállás miatt, mire az ember elfogadja, hogy tehát nappal helyett éjszaka van. Úgyhogy ez a része így ebben formában nem van. Ugyanakkor nyaralni is, tehát a horvátokhoz úgy megyek, hogy legalább 2 foci meccset megnézek, de ha tudok 3-at, akkor nyaralás is, imádom a Kanári-szigetet, de csak úgy, az például azért rajongok Tenerifeért, mert ott másodosztály most a futballcsapat feljutóhelyen, van kosárlabda, az Európa egyik legjobb csapata, nemrég játszottak a Falcóval, korábban Gran Canaria volt a célállomás, hiszen ott még jobb volt a futballcsapat, és az ő kosárlabdájuk, és pont a Dávid Kornélt nem tudtam már ott megnézni. Tehát célzottan a magyar focistákat is látogattam külföldön, beültünk egy barátommal az autóba, hozta a céges kocsit, én intéztem mindent, és megnéztünk egy nap 5 meccset Németországba, és tényleg úgy jöttünk haza, hogy nagyon fáradtam, de rengeteg élménnyel. Ez ma már nincs, mint hogy nyilván én is, ahogy idősödöm, egyre kényelmesebb dolgokra vágyom. Tehát már nem alszom autóban, meg az autópályán félreállunk, és alszunk 4 órát, mert 50 vagy 500 kilométerre következik a másik meccs. Tehát voltak ilyen harcaim, de ezekből már ki is nőttem egy kicsit, meg már a világ is változott. Nos, hát ebben a változó világban is abban megegyezhetünk, hogy szükség van a sportújságírásra, szükség van rád. Köszönjük, hogy vagy, létezel, írsz, beszélsz. Ennél fontosabb nincs. Sok hülyeséget? Székesfehérvár sportváros, és a sportvároshoz a megfelelő nívós szakemberek is szükségesek, és nem csak az edzők, hanem az újságírók is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Nekünk. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Horog László sportújságíró volt a vendégünk. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!